Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ma este egy különleges interjúval készültünk a számotokra. Különleges abban a szempontból is, hogy ritkán fordul elő, hogy a honvédelem kötelékében szolgáló, onnan frissen kilépő vagy frissen kiléptetett személy a nyilvánosság elé állna és megosztaná a történetét. És különleges abban a szempontból is, hogy az elmúlt napokban futó tűzként terjedt szét a neten egy Facebookos bejegyzés, aminek szerzője dr. Varga Csaba István. A 42 éves ex-tiszt megrázó módon számolt be arról, hogy hogyan kényszerült leszerelni a honvédségből, hogy pontosan mi áll a leszerelése háttérében, egyáltalában mit lehet elmondani a mostani folyamatokról a honvédségen belül. Nos, erről fog szólni a mai interjúnk vele. Azonnal bemutatom, hogy de mielőtt ezt megtenni, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek már, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok mai vendégemhez. Szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Szervusz, köszönöm szépen a meghívást. Ugye úgy hivatkoztam a bevezetőben, hogy valóban futótűzként terjedt el alapvetően a Facebookon az a bejegyzés, amelynek te vagy a szerzője. Hadd idézek ebből röviden. A mai nappal hivatalosan is civil vagyok, nem én szereltem le, mielőtt valaki megkérdezné, a szó szoros értelmében a fiatalitási tisztogatás áldoza lettem. És most figyelj, 42 évesen 21 év szolgálati viszonnyal. Ti csesztetek már ilyet? 42 évesen rohadt öreg lettem. Kis időző, kis kihagyás, és így folytatod végül. Legalább 1800 embert rúgtak ki, mert nincs uniós lóvé, és spórolni kell, mert lőlőke éhen hal. Bezzeg a hülyeségre van pénz, mi, ficsi úrok. Csak hogy értsétek, a legalább 1800 ember azt jelenti, hogy rohadt nagy szarba került a honvédség. Ez volt a posztod, ami aztán számos média megjelenést is generált, de most állsz először ilyen szempontból egy interjú keretében a kamerák elé. Mennyiben az indulat fogalmazta ezeket a mondatokat, amiket idéztem, és mennyiben egyébként az a jogos felháborodottság, aminek még most is mögé tudsz állni, és azt tudod mondani, hogy ezek a mondatok ebben a formájukban adekvát leírásai annak, ami történt veled? Én azt mondanám, hogy is. Tehát igen, az indulat még mindig forr az emberben. Tehát ha felteszed egy életed egy hivatásra, ugye posztok alatt egy-két kommentben szerepel is, hogy menjél Ukrajnába, Oroszországba, várják a zsoldosokat, nem. Én azért lettem a magyar honvédség tisztje, mert én a magyar hazát szeretném szolgálni magyar emberként, és nem idegen hadseregek zsoldjain tengődni, tehát félreértés nemesség, nem fogok elmenni zsoldosnak, nem fogom más nemzet egyenruhát felvenni magamra. Én itt szerettem volna maradni addig, ameddig ez lehetséges, és amíg én választom, hogy elmegyek. Igen, így az indulat beszélt belőlem. Az, hogy átgondoltam, hogy racionális. Én nem gondoltam volna, hogy ennyire érdekli a magyar közvéleményt az én kommentem, az én posztom. Előzetileg nem is volt látható. Testvérem meg akarta osztani, és megkért, hogy tegyem már megoszthatóvá. És hogy 5 nap alatt több mint 5000 megosztás, de nem gondoltam volna, hogy... Több mint 3000 like, tehát valóban nagy vihart kavartál ilyen szempontból, de nem vagy egyedül, ugye van egy honvédségi felhasználó között terjedő videó, eléggé megható egyébként abban a szempontból, hogy ott szintén egy a miniszter által kirúgott vezetőt búcsúztatnak az alakulatai tapssal, sorfallal, még talán rezesbanda is van, hogyha jól láttam a háttérben, legalábbis a zene mindenképpen hallható. A kommentek szerint Tata a helyszíne ennek a búcsúztatónak, erős üzenet az is. Mégsem járt a nyilvánosságban az elégedetlenség, hogy a honvédségen belül ez mennyire elterjedt lenne. Miről tud beszámolni? A ti esetetek mennyire izolált, és mennyire széles körben tapasztalható? Hát ugye az első borítékosztás az január 20-án volt, ezt mindenki tudja, a bálnában a nagy bejelentés. Mindenkit váratlanul ért, minket is Irakban, teljesen le voltunk döbbenve, hogy mi történik itthon. Ugye a másodikat datálták február 20-ra, ami ugye egy hónappal később érkezett március 20-án. Ennek az volt az apropója, hogy nem volt elég név azon a bizonyos listán, amit bekértek a parancsnokoktól, és ugye generáltak mellé még neveket, valószínűleg az én nevem is ekkor merült fel, mert az én parancsnokom se adta le nevemet, hogy nem szeretne tovább velem együtt dolgozni. És ugye március 20-án ugye ez a borítékosztás is megtörtént, azóta is csordogálnak a borítékok, ugye én is április 20-án vettem át a magam borítékját, és a kérdésedre válaszolva, hogy mennyire, hát most, hogy az új vezérkarfőnök bejelentette, hogy a nagy tisztogatásnak, illetve a nagy leépítésnek vége, a HM-ben ez annyira már beszédtémát nem is generál. Hát mindenki úgy elfogadta, beletörődött, sokan, akiket leszereltek, eltávolítottak,
többen ők is beletörődtek, főleg azok, akik ugye kapják a járadékot, akik nem, meg ugye a szokásos hozzáállással, jó lesz, majd lesz valahogy. Másként teszem fel a kérdést, ugye a te posztodban kormánykritikus üzenetet fogalmaztál meg. A te leépítésedben szerepet játszott az, hogy esetleg korábban is kifejezte nem tetszésedet a regnáló rendszerrel szemben, avagy itt egy teljesen más típusú, hát hogy mondjam én, humán erőforrás menedzsmenti eljárásnak vagy te ilyen értelemben az áldozata? Én ezt nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, mert amit a parancsnokom is mondott, ő ugye szeretett volna tovább velem együtt dolgozni. Itt ugye lejött egy papír, egy parancs, hogy nézzék, vizsgálják meg az egységparancsnokok, hogy kivel szándékoznak együtt dolgozni, 45-25 évesekről beszélünk, illetve a lista végére tegyék azt, akiket majd a hatos alapján elküldenek. Ugye ez a lista, ami felment Budapestre, ez nem volt hosszú. Tehát eléggé hatalmas létszámhiányokkal küzd így is a honvédség. Ugye most, hogy valakit alakulattól elküldjünk, azért az nagyon-nagyon-nagyon rossz dolgot kell tennie. Önmagában a kormánykritikus megszólalás az lehet oka annak, hogy valakit leépítsenek? Ezek után már bármit el tudok képzelni. De jogszabályok szerint kérdezem. Jaj, ez önmagában politikai véleménynyilvánítása egy honvédre van lehetősége, vagy nincs? Hát hivatalosan én úgy soha nem szittem a rendszert, hogy kimondottan valakit célozva, vagy beleállva a tüntetésre elmenni. Igen, tüntetésre nem mehetünk, mi maximum demonstrálhatunk. Hogy ezt posztban kifejezem nem tetszésem, az lehet. De úgy beleállni, úgy én még én sem álltam bele senkivel. Tehát akkor a ezek te után... saját meggyőződésed alapján te nem lépted át a hivatali szabályokat, te azokat végigbetartottad a szolgálati időd alatt. Igen. Ugye csak akkor beszéljünk kicsit erről a kormányrendeletről, mert szerintem a nézők számára nem biztos, hogy teljes egészében tudható, hogy mire is hivatkozva történt meg a te eltávolításod is. Ugye itt január-februárban a média hírek részletesen tárgyalták azt, miszerint a 45. életévüket betöltött, ez ugye a te esetedben nem áll meg, és legalább 25 év szolgálati viszonyra rendelkező honvédek indoklás nélkül felmenthetőek. Az viszont kimaradt egyébként a tudósításokból, hogy rendeletnek létezik egy bizonyos úgynevezett hatós paragrafus, akinek egészíts majd ki, hogyha esetleg rosszul mondom. Ugye ez egy eléggé gumiszabálynak tűnő rendelkezés, azt mondja, hogy bárki a 45 év alattiakat is felmenthetővé teheti vészhelyzet idején, de hát ugye itt a trükknek a lényege, hogy 2020 óta permanens vészhelyzetben él az ország. A hatos paragrafusos procedúra úgy zajlik, hogy 2 hónap rendelkezési állományba tehető, és akkor most idézni fogom, aki a beosztásától eltérő más beosztás betöltésére nem tervezett, a 2 hónap letelt után pedig kvázi automatizmus a felmentés, nem tudom, hogy jól mondtam eddig. Igen. Na most itt a kérdés az, hogy a te tudásod szerint hány embert érintett eddig ez a regula? Én konkrétan 9 emberről tudok, akiket van egy zárt csoportunk, akikkel beszélgetünk, illetve mellette még 2 emberről, és ugye hallok még emberekről. De annyira nagy a titkolózás, és annyira nagy a zártság, hogy az ember nem nagyon jut információhoz. Tényleg? Ki a legfiatalabb felmentett, akiről tudomásod? Én úgy tudom, egy 38 éves. 38 évesen? 38 évesen. Nagyon öreg. Nagyon öreg. De tudok olyat is, hogy egy olyan tisztet küldtek el, akinek tragikus családi esete történt az elmúlt egy évben, és nem voltak semmire tekintettel. Ugye tegyük ezt azért kontextusba, tehát azért honvédnek állni az nem ugyanazt jelenti, mint mondjuk nyilván minden szakma megköveteli az elhivatottságot, hogyha az ember jó lelkiismerettel akarja ellátni, de itt azért nagyon nagy lehetőséged arra, hogy akkor, ha esetleg nem kell lesz a magyar államnak, akkor mégis hova tudod értékesíteni a munkaidődet, a munkaerődet, hát nem állnak hogyan sorban a lehetőségek, tehát ez egy igen komoly hivatástudatot föltételező foglalkozás. Mit tudnak kezdeni magukkal a fölmentettek egyáltalán? A te céljaidról, vagy a te lehetőségeidről lehet-e tudni bármit is? Én annyival előnyben vagyok egy-két kollégámnál, hogy én igyekeztem magam képezni. Magam pénzén, magam idején, családtól elvett időből én próbáltam más diplomát is szerezni. Mondjuk pont most azzal szembesülök, hogy ebben elhelyezkedni Debrecen környékén elég nehéz. Mi a másik diplomád? Nekem van egy humán erőforrás menedzseri, én dolgoztam is a szakmában, a honvédségnél, illetve van egy jogi végzettségem, de hát az állami szektorba elhelyezkedni szinte lehetetlenség. Az ember meg ügyvéd mellé szeretne elvenni, az meg egy megint más pálya, tehát ott fel kell készülni arra, hogy egy évekig minimálbéren tengődni, egy 3 gyerekes családot így eltartani, ez az lehetetlen.
Hát igen, ugye 42 évesen egy vadonatúj pályát elindítani, az valószínűleg már egy kicsit késő, míg egyébként katonaként beteljesíteni a pályahivatást, tehát pont abban az időszakban lehettél volna, amikor még nagyon sok szakmai kihívás várt volna rád, de erről fogunk mindjárt majd beszélni, hogy hogy nézett ki a szakmai karrierutad. Még egy pillanatra vissza akarok térni a felmentetteknek a kérdésére, mert a média hírek szerint mintegy 130 honvédőtől váltak meg az év eleje óta, akik a 45. életévüket betöltötték. Na most akik források, amit tudtunk beszélni az interjúra készülve, ők a többszörösére teszik ezt a számot. Te 1800 főről írtál a Facebook posztodban, miközben azt lehet tudni, hogy nagyjából 23 ezres az állomány. Mi alapján számítottad ki az 1800 főt, mert azért az már egy elég jelentős, közel 10%-os leépítést jelentene. Igen, hát vannak belső forrásaim, akik a megközelítőleg 1800-as számot megerősítették elég magas körökben. Tehát tartod akkor ezt a számot? Igen, illetve elég csak ránézni az én határozat számomra. 2880-3, azt hiszem. Pontos számot nem tudom megmondani, de azt ha osztom kettővel, akkor is 1400 fölött vagyunk. Miért nem állnak ők ki? Tehát miért nincs ebből egy sokkal szélesebb tiltakozás? Miért van az, hogy kvázi most te vagy egyedül, aki arccal is vállalja? Ha nincs is 1800, legyen csak néhány száz ember, de valószínűleg annál magasabb a tehető ez a szám. Akkor is itt sorba kínálni, ha nem is a mi stúdiónk előtt, de hát a különböző szerkesztőségek előtt, vagy egyáltalában a különböző social media felületeken kellene látnunk azt, hogy ezek az emberek hol vannak. Mi miatt nem vállalják a megszólalásnak a lehetőségét? Azt tudom, hogy sokan kérték. De akik kérték, ők úgy kérték, hogy benne voltak a korban. Tehát megvolt a 45 évük, 25 évük, kapják a... Majd a felmentésüket kérték. Igen. Kapják a járulékot, és nekik jó. Tehát ők el akartak menni. Mikor volt ugye a kormány eltörölte a szolgálati nyugellátást, a nyugdíjba vonulás lehetőségét, nagyon sokan megragadtak a rendszerbe. Ugye ez 2012-ben történt, azóta eltett 11 év. Most gondoljunk bele, ezek az emberek akkor pont lemaradtak róla, voltak 43-44. Ezek 50 felett vannak. Elfáradtak. Ugye az elmúlt 10 év nem volt könnyű. Jött a HET módosítás, utána jött a határválság, a Covid, ott is ugye volt egy leszerelési hullám, amit szintén nem a katonák kértek. Majd most itt van az ukrajnai helyzet, szükség lenne a végrehajtókra, csak abból egyre kevesebb van. Azok az emberek pedig, akik vitték eddig a vállukon, és főleg a végrehajtó részben, ők kérték, hogy engedjék el őket. Valóban a szakképzettségnek a kérdése az, hogy egy ennyire kielezett helyzetben, amikor a szomszédos országban háború zajlik, mennyire engedheti meg magának a magyar haderő, hogy lemond az ilyen típusú képzettséggel és szakmai tapasztalata rendelkező állományi tagokról, csak hogy egy kicsit szintén ezt is kontextusba tegyük a nézők számára. Az önéletrajzod alapján lehet tudni azt, hogy ahogy te is említetted, a jogi kart is elvégezted, van angol nyelvismereted, missziókban vettél részt Koszovóban, Afganisztánban, Irakban, vannak magyar és nemzetközi kitüntetéseid, stallumjaid, és hát egy egészen A4-es oldalt kiteszek a különböző elismeréseit. Szóval felvetődik a kérdés, hogyha nem politikai indok szólt a fölmentésed mellett, akkor milyen szakmai indokok szerepelhetnek egyáltalán, pláne úgy, hogy a parancsnokod a te elmondásod alapján szívesen maradt volna, vagy szívesen folytatta volna veled az együttműködést? Ötletem nincs. Tehát tényleg nem tudom elképzelni, hogy hogy tudnak úgy megválni, tehát hogy lehet megválni egy olyan embertől, aki éles tűzharcban vezetett katonákat. Ez a magyar honvédségben ez egy hiányzó tapasztalat. Vannak egy páran, ismerek egy-két embert, de ez a jelenlegi aktív állomány maximum 2%-a. Ez hol zajlott ez a tűzharc? Ez Afganisztánban. Erről egy cikket is írtam a Magyar Honvédben 2020-ban. Megjelent egy cikk. Tehát akkor kérdezem még egyszer. A politikai szempontokon kívül van-e bármi más, ami magyarázhatja a felmentésedet? Nem. Én nem tudok elképzelni más. És amikor mondjuk megkaptad ezt, próbálkoztál-e bármilyen módon információt nyerni arra vonatkozóan, hogy mégis mi az indoklása a felmentésnek? Hát ugye jogászként az volt az első, hogy elolvastam az indoklást, aztán egy jót mosolyogtam, és megkérdeztem a parancsnokomat, hogy valóban kérte, hogy nem kíván tovább foglalkoztatni? Azt mondta, hogy nem. Ezt az bocsánat, ez fontos, tehát az indoklásban, a szóbeli vagy az írásbeli felmondásban azt szerepelt, hogy a parancsnokot kérte. Ami a hatos szakaszban valamit felolvastál az előbb, ugye, hogy a alakulat parancsnokának kérelmére, tehát hogy nem kíván tovább foglalkoztatni, és a honvéd vezérkar főnök javaslatára helyeznek engem rendelkezési állományba, és ugye a rendelet
nyomán két hónap múlva ki is teszik az embert a kötelékből. És ő megerősített abban, hogy ő nem adta le a nevemet. Én kutakodtam utána, és más forrásból is megtudtam, hogy az én nevem azon a listán nem szerepelt. Ez valahogy máshogy került bele a köztudatba. Tehát abban egészen biztos vagy, hogy a parancsnokod nem kérvényezte a te felmentésedet? Ez így igaz. Tehát valaki akkor, aki fölötte el kellett, hogy ezt megtegye? Ezeket a listákat alakulatparancsnokoktól kérték be, ez direktben ment a, úgy tudom, a csoportfőnökség és az alakulatparancsnokok között. De ki az, aki fölöttük áll, aki ilyen szempontból? Ez akkor a Magyar Honvédség Tartalékképző és Területvédelmi Parancsnokság volt. Én nem tudom, hogy ők foglalkoztak-e a dologgal, vagy nem. Ugye azt írod a posztodban, hogy jogi eszközökhöz fogsz folyamodni. Milyen lehetőség van igazából jogorvoslatra egy ilyen helyzetben? Hát ugye benne van a határozatban, én megtámadtam az alaphatározatot is, és megtámadtam, pont ma adja be az ügyvédem a második határozatnak a megtámadását is. Ugye van itt egy újabb szál, ami erősíti a politikai tisztogatásnak a vélelmét, nevezetesen ugye, hogy a miniszter egyedi döntései alapján járhat a felmentetteknek az úgynevezett honvédelmi szolgálati juttatás. Na most gondolom az 1800 felmentett közül akad, aki örül a lehetőségnek, hiszen az a korábbi illetmény tekintélyes hányadát teszi lehetővé, hogy hozzáférjen egészen nyugdíjkorhatárig az adott illető, és akkor is megkapja, ha jól tudom, hogyha vállal más munkát időközben. Mit lehet tudni ennek az illetménynek a mértékéről, illetve mit lehet tudni arról, hogy kik azok, akik ilyen illetményben részesülnek? Ez ugye a rendelet szabályozása szerint ez úgy működik, hogy 70% a plafon, és ez évente 2%-kal csökken a nyugdíjba vonulásig. Tehát ha valaki 45 évesen ezt megkapja, ugye 70%, akkor mire betölti a 65-öt, a tényleges nyugdíjba vonulást, akkor ez lemegy 30%-ig. Hogy pontosan kik és hogy kapták meg, azt nem tudom. Én pletykákat hallottam, viszont én pletykákba nem akarok belemenni, mert ezt ugye nem tudom alátámasztani. De elég erősek voltak már azok a pletykák, hogy a második körösöknél sem kapta meg mindenki. Segíts valamit megértenem, hogyha valamilyen módon a spórolás játszik szerepet abban, hogy leépítések vannak a honvédségnél, akkor igazából spórol-e bármennyit is a magyar állam, hogyha közben egyébként ezt az illetményt kifizeti az elbocsájtottaknak, úgy, hogy közben egyébként aktív munkavégzés nem vár el tőlük? Hát ez is visszavonható. Tehát nem kell adni életük végéig. Egy rendelet, és ennyi. A miniszter egyéni döntése. Tehát azt mondod gyakorlatilag, hogy ez a juttatás azt a célt szolgálja, hogy bár továbbra nem tartoznak már a honvédség kötelékébe, a lojalitásukat ilyen szempontból fenntartsa a hatalom. Lehet. De nagyon jól mondtad, juttatás. A juttatás elvehető. Ezért egyszerű. Ugye itt ez egy fontos kérdés, hogy a forrásaink szerint, akikkel tudtunk beszélni az interjúra készülve, itt ezt a fajta különleges ilyen humán erőforráskezelési megoldást, azt a kormány más rendvédelmi szerveknél is tervezi bevezetni a következő időszakban. Te hallottál-e esetleg hasonló tervekről? Terjed erről bármilyen megalapozott információ esetleg ex-honvédek körében? A folytatásról már nem. Én az előzményekről hallottam, hogy a külügyminisztériumban hasonlót játszottak el előttünk. Tehát, hogy ott megkezdődött, ott nem tudom, onnan részletekre jött-e valami információ, ott majdnem minden ötödik embert felállítottak, hogy béremelést tudjanak végrehajtani. Hozzánk kezdődött ki, én ezt Irakban hallottam. Mert mikor voltál Irakban, ezt mondjuk el a nézőkkel? Én március 30-án érkeztem haza, és rá egy 20 napra kaptam meg a borítékomat. És előtte mennyi időt töltött Irakban? 6 hónapot. 6 hónapot. Egy 6 hónapos kiküldetés után rá 20 napra mondott fel neked a magyar állam? Valójában a március 20-ai borítékosztásba kerültem bele én is, csak azért nem kaptam meg, mert luxus lett volna egy embert hazahozni emiatt. Tehát már akkor folyt az átadás átvétel, mert a váltóink már kint voltak, én akkor már kezdtem az átadás átvétel, rá egy 10 napra indult az én repülőm is haza. Erről lehet mondani bármit is? Tehát egy ilyen 6 hónapos misszió, laikus szempontból kérdezem, az mennyire különlegesnek számít? Ez az időtartam hosszú, rövid, egyáltalán milyen típusú tevékenységben vettél részt? Hát én most az iraki kontingens parancsnok helyettes voltam. A hadműveleti tiszt és kontingens parancsnok helyettes, ugye ez egy kettős beosztás. Egy 6 hónap, hát ezt csak úgy lehet vállalni önként, ha a család belemegy.
Mi ezt a feleségemmel megbeszéltük, átbeszéltük. Én gondoltam, a karrierem szempontjából ez fontos mérföldkő lehet, mert én önként jelentkeztem, de parancsnoki beosztásra. Csak akkor a területvédelmi és tartalékképző parancsnokság parancsnoka úgy döntötte, hogy túl fiatal vagyok még ez a beosztáshoz. Tehát 6 hónap korábban még túl fiatal voltam, most meg túl öreg. És jött egy alezredes, ő volt a kontingens parancsnok, én maradtam a helyettes és a műveleti tiszt. De az, hogy én ki tudjak menni, a feleségem felmondott a munkahelyén. Tehát, hogy mennyi mindent áll be az ember a hivatásáért? Sokat. Én rengeteg mindent bevállaltam, a családom még többet. Ő konkrétan a munkahelyét áldozta be azért, hogy én ki tudjak menni. És építeni a saját karrierem. És ez a 6 hónap, ez megszakításmentes 6 hónap? Igen, ez a Közel-Keleten, illetve Afganisztánban ez mindig megszakításmentes volt. Tehát onnan nem jöttünk az a szabadságra. Még a PRT-ban volt az elején szabadságos járat, de ugye ez a tartomány újjáépítő kontingens volt, de nem. Tehát én az utóbbi négy misszióban, mind a két Irak, mind a két Afganisztán, az úgy ment, hogy szabadság nélkül. Tehát akkor 6 hónapon keresztül te a családdal élő fizikai kapcsolatban nem voltál? Nem voltam, tehát Facebookon keresztül, Messengeren keresztül karácsonyoztunk is. Úgy néztem végig a kislányom első aerobik évzáróját. Segíts még valamit megérteni. Ugye egyrészről lehet hallani ezeket a híreket a létszám leépítésről, csak nehezen érthető, hogy mire jó az egész, ha közben meg gyakorlatilag orbaszájba látszik a toborzási hajlandóság a magyar állam részéről. Mostanra már óriás plakátokat is lehet látni. Én futottam bele online hirdetésbe is, lehet tudni, hogy középiskolákat is megkeresnek ilyen típusú felhívással. Szóval, hogy valamelyest lehet érteni persze, hogy fiatalitás, meg hogy esetlegesen az új generációk számára vonzóvá tenni a honvédelmet, bár közben meg ellentmond az élő példa, hogyha ennyire tervezhetetlen a karrierút, hogyha ennyire nincs meg az a fajta stabilitás, amit az ember elvárhat a munkáltatótól, hogyha egy ennyire magas követelményeket támasztó hivatásra adja a fejét. Szóval, hogy ez egy elég erőteljes ellentmondás. Éppen ezért kérdezem, hogy te hogyan látod ezt a típusú feszültséget? Miért zajlik egy ilyen intenzív toborzás, ha közben megláthatóan elég erőteljes leépítések is vannak? Vannak lényegi elemek, amivel relatív egyetértek. Ez abból fakad, hogy ugye a szolgálati nyugdíjba vonulás lehetőségének eltörlésével nagyon sokan beragadtak a rendszerbe. Egy fiatalitás ráférne a seregre. De ugye a legtöbben itt vannak Budapesten. Tehát most azt nézzük, a honvédség fele, az itt van Pesten. Tehát a vezérkarban, a háttérintézményekben, akik konkrétan a katona létszámot növelik, ott igenis szükség van egy, ahogy már többen mondták, egy vízfej vágásra, egy kieresztésre. Mert csapatoknál sose voltunk annyian, amennyien lenni kellett volna. Ugye ott volt a Hende miniszter úr, mikor átadta a tárcát, akkor ő több ezres hiányokról beszélt. De ez alakulat szinten, tehát a végrehajtó szinten van ez a hatalmas hiány. Oda szükség van az emberekre, tényleg szükség van. Várják a fiatalokat. De igen, a fiatalok ezzel találkoznak, hogy bemennek, és a századparancsnok, aki nincs benne a korban, de ott van, hogy 30 éves, igen, fél. Nem tudja, mit tehet, mit nem. Vagy hirtelen került magasabb beosztásba is, és látszik rajta a tanástalanság. Most igen, lent csapatoknál van egy hatalmas fiatalitás. Egy-két ember került olyan, többen kerültek olyan beosztásba, hogy még nem voltak felkészülve. És most ezekkel találkoznak. Ez se vezet jó irányba. Nem csapatoknál kellett volna ezt csinálni. És most nem magamat vagy magunkat védve, hanem igen, a vízfej. Arra szükség lett volna. De csapatoknál igenis szükség van az emberre. Arra, aki határa megy, arra, aki mikor bent volt a kórház támogató feladat, kórházba mentek, beléptetéseket biztosít, tehát ezekre az emberek igen szükség van. A foltozás nem működik. Ezeket a ad hoc jellegű feladatokat jelenleg tartalékosokkal foltozzák, tódozzák.
Van két teória az elbocsátási hullámmal kapcsolatosan, amiről szeretném kikérni a véleményedet. Az egyiket Vadély Ágnes volt honvédelmi államtitkár fogalmazta meg, aki a DK szakpolitikusa, ő NATO mentesítést emlegetett. A másik az a Válasz Online cikke alapján fogalmazódott meg, nevezetesen, hogy az elbocsátandók listáját még csak nem is a minisztérium vagy a felelős intézmények valamelyike fogalmazta volna meg, hanem konkrétan egy kormányzati háttér agytrözt állította össze, és nekünk is volt olyan forrásunk, aki meg erősítette azt, hogy amit a cikk, idézem, a legmeredekebb elképzelésként tálalt, szóval, hogy miszerint a Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter korábbi munkahelyének, a századvégnek jutott volna ez a szerep, hogy ezt a listát kvázi összeállítsa. Tehát mit tudsz elmondani erről a két teóriáról? Egyrészt a NATO-mentesítés, másrészt pedig a századvég esetleges szerepvállásáról a lista összeállításában. Kezdjünk az első kérdéssel. Több olyan kollégám maradt bent, akik nagyon ügyesek, 2-3 nyelvet beszélnek, több misszióban voltak, most is felelős beosztásban vannak, Egyesült Államokban voltak tanfolyamokon. Tehát rengeteg ilyen ember van, és most jelenleg ők viszik a hátukon a csapatokat. Nagyon sok ilyen ember maradt bent a seregbe. Le a kalappal, ilyen ember próbáló időkben nagyon-nagyon nagy munkát végeznek. A másik kérdésre, mi is hallottunk ilyen pletykákat, de ha ez igaz, akkor én 2 kérdést tennék fel, ha ez tényleg igaz. Na mondom, ezt mi is hallottuk, hogy a lista egyszer csak megérkezett, mert erről a honvéd vezérkar sem tudott. Tehát ez tény. Ez tény, hogy ők se tudtak. A Ruszin-Szendi altábornagyúr egy pár héttel, tényleg nem sok idővel korábban kapta meg a listát, ami már konkrétan a nevek szerepeltek. Bocs, ez nagyon-nagyon fontos, mert erről a nyilvánosságban eddig senki nem szólalt meg. Tehát te azt mondod, hogy Ruszin-Szendi Romulus egy konkrét listát kapott arról, hogy kiket kell eltávolítania. Január 20-án. Január 20-án. Kiknek kell a borítékot odaadni. De ezt a minisztertől kapta, vagy én pedig a minisztertől függetlenül kapta? Én úgy tudom, hogy a miniszter adta át neki. És a miniszter mi alapján állította össze, ezt lehet-e tudni? Ezt nem tudom. De az biztos, hogy a HM ebben nem vett részt. Mert ha valami hasonlóban valaki részt vesz, kicsi ez a család, hogy a pletyka ne indult volna el. Nem tudnak annyira az emberek titkot tartani, hogy ne csúszott volna ki egy-két információ. Tehát azt nem tudod megerősíteni, hogy a századvég készítette volna ezt a listát, de azt meg tudod erősíteni, hogy a Honvédelmi Minisztérium a lista összeállításában nem vállalt szerepet? A csoportfőnökség biztos nem. Az kiderült volna. Az hamar kiderül, mert az emberek szeretnek pletykálni. Ugye ott van a, hogy is hívjuk mi őket, a sofőrök nagy tanácsa. Ugye ők mindent tudnak. Sofőrök nagy tanácsa? Igen. Ugye ez aktuális, ugye a Böröndi altábornagyúr elleni feljelentés miatt. Ők mindig mindent tudnak. Nem csak ők szoktak elkottyintani egy-két dolgot. Bocsánat, a személygépjárú sofőröket mondod? Igen. Akik a különböző funkcionálisokat hordozzák. Igen. Tehát ők hallanak az autóban olyanokat, amiket... Biztos, hogy benne, hogy hallanak dolgokat. Amiket... Ezek szerint van egy informális tanácsuk. Igen, a szakaszvezetők nagy tanácsa, a sofőrök nagy tanácsa, akik a kantinban akarva-akaratlanul löttyintenek el információkat, amit az ember, ha jó éles a fül, akkor meghal. Akaratlanul, de nem direkt információszórás. De vannak olyan emberek, akik nem tudják tartani a szájukat, és egy-két dolgot ellejtenek. Ha most egy picit az ördögügyvédjét játszom, és átveszem a miniszternek a pozícióját, akkor tudva azt mondjuk, hogy hogy működik a honvédelmi minisztérium, meg a honvédelem, vagy hát a hadsereg, mint olyan, lehet, hogy ebből a szempontból pont racionálisnak tűnhet kiszervezni egy ilyen lista összeállítását egy olyan intézmény számára, amely ilyen szempontból nem fogja elkottyintani ezeket a tervezett intézkedéseket, és nem fog ilyen szempontból problémát okozni azzal, hogy idő előtt az információkat teríti az érintettek körében. Én akkor csak 2 kérdésre szeretnék választ kapni. A Magyar Honvédség állomány táblája szolgálati titoknak minősül. Ez nem egy szolgálati titok megsértése? Tehát hogy kerül ki egy civil alapítványhoz a Magyar Honvédség állomány táblája? Ez egyik kérdésem. Másik. Ha konkrétan emberekről beszélünk, hogy kerülnek ki az én adataim egy civil alapítványhoz, ami azért nem járultam hozzá? Ez ugye az adatvédelmi törvénybe ütköző cselekmény. Tehát
akkor most én is játszom az ördög ügyvédjét. Melyik bíróságra kell menni? Emiatt. A te megítélésed szerint ez az egész leépítés együttes mennyiben gyengíti a magyar, hát nem tudom, honvédelemnek az reakció lehetőségeit? Ugye itt nem csak arról van szó, hogy zajlik egy háború a szomszédos országban, ami nyilvánvalóan egy kiemelt kockázati tényező, hanem hogy hát azért itt több forrás egymástól függetlenül is az elmúlt években rendre jelentetett meg vagy cikkeket, vagy pedig olyan nyilatkozatokat, amelyek a magyar honvédségnek a hát eléggé gyenge állapotáról tett tanúbizonyságot. Konkrétan vannak olyan források, amelyek azt mondják, hogy bármely szomszédos hadsereg megenné reggelire a magyar honvédséget. Te hogyan kommentálod ezeket az értesüléseket? Én azt mondom, hogy a reagálás szintjéről van szó. Amíg a Korom Ferenc volt a Magyar Honvédség parancsnok, hogy egyszer volt egy határfeladat próba, amikor elrendeltek egy próbát, hogy le tudunk, mennyi időt tud lemenni a honvédség a határra, egész jól vizsgázott. Na most ott nagyon sok embert azóta elküldtek. Tehát 20 év tudást, 25 év tudást nem lehet kicserélni egy megfogott tartalékossal, hogy most te ide beülsz, és akkor ezt fogod csinálni, mert nem tudja, mit kell csinálni. Tehát 20 év tudását, 20 év tapasztalat tudással lehet csak kicserélni. Most a reakcióról csökkenni fog? Az biztos. Az biztos. Mert pótolni nem fogják tudni az embereket. Pestről senki nem fog lemenni csapathoz dolgozni, hogy növelje a reakcióidőt, vagy csökkentse. De akkor mondjuk a te hadászati ismereteid alapján kijelenthető, hogy ez az elbocsátás együttes gyengíti az ország védelmi képességeit? Az biztos. Két újsághír van, amire tudok igazából utalni, ami mondjuk az elmúlt egy évből valószínűleg azért valamit jelez a honvédség állapotára vonatkozóan. Ugye tavaly tavasszal borzoltak edélyeket, hogy egy ukrán harci drón repkedett az ország légterében, amire ugye annyi volt a honvédelemnek a válasza, hogy hát észlelték ezt a repülő objektumot. És hát egy friss, rendkívül tragikus eset is történt, amikor is ugye kiképzés közben egy térképen elviekben jelölt drótkötélbe ütközött és leszorulant Horvátország magyar légierő Airbus H-145-ös helikoptere, és hát sajnálatos módon három fős legénység életét vesztette, az anyagi kár is igen jelentős. Itt ugye a magyar honvédség tudtommal nem erősítette meg, hogy valóban ez volt az események láncolata, de a horvát oldalról igenis azt kommunikálták, hogy a drótkötélbe ütközés miatt zuhant le ez a harci helikopter. Ezek izolált esetek, és nem szabad belőlük messze menő következtetéseket levonni, vagy igenis olyan válságjelek, amiből igenis kellene tudni a honvédségért felelősöknek levonni megfelelő következtetéseket, és eszerint cselekedni. Én azt mondanám, hogy én nagyon sajnálom a kollégáim halálát. A leépítésnek ez semmi köze. Tehát ez egy baleset volt. Balesetek történnek, mint ahogy történt Afganisztánban is, mikor felborult a jármű, és ketten életüket vesztették. Az világos, csak ezek strukturális, rendszer szintű problémáknak a megnyilvánulásai, avagy nem, ahogy te is mondod, ilyen események sajnálatos módon előfordulnak, ettől még egyébként funkcionalitásában a magyar hadsereg intakt. Ilyenek előfordulnak. Vegyük például, ott volt 2006-ban, mikor lezuhant a szlovák AN-24-es, neki ment a Borsóhegynek. Véletlen volt az is. Megesik. Igen. Együtt jár a szakmával. De az ukrán harcdrónnak az én értelmet légtérsértése, az is együtt jár a szakmával? Vannak olyan egyezmények, olyan olyan nem nyilvános dolgok, amiről nem beszélhetek. Azt, hogy az ukrán drón átment, vagy orosz, vagy ki tudja milyen volt, igen, megtörtént. Ezt úgy igazán senki nem tudja lekommunikálni, mert ha lekommunikálnák az igazságot, akkor azt is el kellene mondani, hogy az miért nem lett leszedve. Hát a mosolyod az sokat sejtető, aztán majd meglátjuk a nézők ebből mit olvasnak ki. Kovács Gyula, a pécsi tüzérdandár, egykori parancsnok helyettese, idén januárban a 444-en publikált egy cikket, amiben hát eléggé sötét képes festett a honvédség állapotáról, felteszem, hogy ismered ezt a cikket és ennek a tartalmát. Igen, olvastam. Mit gondolsz az abban lefektetettekről? Igaza van. Tehát igaza van. Ész nélkül elkezdtünk aláírni szerződéseket, a felszerelés természetesen nem érkezik. Ezek ugye a beszerzési szerződések, igen, harcászati eszközök és fegyverek vonatkozásában. Igen. Ugye a felszerelések nagy része nem érkezik. Én nem tudom, mikor fogunk látni olyan leopárdot, amit rendeltünk.
a Lynx gyárból mikor fog Lynx kigurulni, ami a Magyar Honvédség szolgálatába fog állni, gőzem sincs. Gidránból én mindig azokat látom, meg láttam, amik először érkeztek, én csak ezekkel találkoztam. A fegyverzeti csere az elkezdődött, de ahhoz meg az is hozzátartozik, hogy az iraki felkészítésünkre úgy kellett összeszedni a kellő mennyiségű CZ-t, hogy Bren-2-t, hogy azzal tudjuk végrehajtani a kiképzést, illetve műveleti területre sem érkezett ki teljes egészében, amire szükség volt az új fegyverzeti anyag. De hát ez megint adhok jelleggel megy. Ez olyan, mint 2010-ben, mikor Hende miniszter úr bejelentette, hogy nem tudom hány száz kevlás is akott vitek Afganisztánba, ugye mekkora nagy hírverés volt. Igen. Azt senki nem írta, hogy a kevlás csak maga német gyártmányú volt, és nem lehetett rá felrakni az amerikai ellátórendszereket. Tehát volt egy sisak, csak nem lehetett használni. Hadd idézek a cikkből néhány dolgot. Ugye van egy ilyen megállapítás, hogy a 2010-es kormányváltás után 42%-kal csökkentek a védelmi kiadások, és ez a csökkentés prolongált 2016-ig. A védelmi kiadásoknak ráadásul rögzítetten csak a 4%-át fordították fejlesztésre, illetve ír arról is, hogy a szárazföldi haderő nemnél jelentős képességvesztések következtek be, például a szeretett fegyver nememnél, így ír Kovács Gyula, a tüzérségnél úgy elfogytak a működőképes állapotba szerelhető lövegek, hogy 2020 óta elmaradtak löveghiány miatt a végzős tüzértisztek államvizsga éles lövészetei. Ez elég rosszul hangzik, de mennyire durva a valóságban? Ez sajnos így történt. Ez így történt. Tehát a Szalezeres úrnak teljesen igaza van. Azt, hogy mikor megalakult az ellenerő század 2004-ben, 4-5 környékén, hát három, valahogy így, 2000-es évek elején, volt, hogy az ellenerőbe több működő harckocsi volt, mint a tatai harckocsi zászlóhajnál. Pedig ott csak egy szakasznyi tank volt. És azok működtek. Tehát igen, volt ilyen. Tehát egy idő óta, mióta nem szerzünk be az oroszoktól, meg nem kapunk felszerelést, azóta ugye donorozunk, donoroztunk. Ez azt jelenti, hogy a még működő eszközökből tesszük át a, vagy már nem működő eszközökből a felhasználható alkatrészeket tesszük át azokba, amit még működtetni szeretnénk. Ugye ez elég sokáig tartott. Maga a 2010-es évek az nagyon nehéz volt. Tehát tényleg nagyon kevés volt a pénz. Ezt Hende miniszter úr egy személyes beszélgetésen Afganisztánban ezt meg is erősítette. Akkor kint volt velünk Afganisztánban a vezérkarfőnökkel együtt, hogy igen, a dologi kiadások, tehát a személy és a dologi kiadások elvisznek mindent. A Gripen szerződések meg a maradékot. Tehát ne is álmodjunk arról, hogy bármilyen fejlesztések lesznek itt szárazföldi szinten. Pedig már akkor a felszerelésünk a lövész vagy gyalogsági katonáknak már rég elavult volt. Csak hogy akkor pontosabban értsük, tehát ez azt jelenti, hogy az elmúlt 3 évben lövekhiány miatt a végzős tüzértisztek nem tudtak éles lövészetből államvizsgát tenni, az azt jelenti, hogy az elmúlt 3 évben akkor, nem is értem, akkor igazából milyen típusú képesítést kaphattak, hogyha konkrétan ez a képesítés, vagy ez a vizsga lehetőség, ez nem volt biztosítva a részükre? Hát az államvizsga lövészet, nem tudom, tüzéreknél pontosan hogy zajlik. Nálunk lövészeknél úgy zajlott, hogy az államvizsganek volt egy gyakorlati, meg egy elméleti része. A gyakorlati része az kint volt alakulatnál, ahol kaptunk egy századot, és velük kellett harcfeladatot végrehajtani. Mert miután ezzel végeztünk, ugye volt az Államvizsgabizottság előtt a szóbeli rész, általában egy hónappal később. Igen, tudom, én nem vagyok tüzér, tehát én leszögezem, én úgy tudom, hogy a tüzéreknél van ilyen vizsgalövészet. Hogy ezt tényleg azt jelenti, bocsánat, csak hogy én laikus vagyok, tehát azt jelenti, hogy annyira nincsen ellátmány, hogy egy vizsgát nem lehet megtartani, mert nem tud a tiszt kezébe, vagy a tisztjelölt kezébe megfelelő löveget biztosítani a honvédség? Itt nem csak az ellátmányról van szó. Ugye ezeket a lövegeket, vagy például mondjuk az aknavetőket, ezeket időről-időről be kell vizsgálni, ellenőrizni kell. A D20-as lövegről direkt nem beszélek, mert a kerekes pisztoly nem a szakmám.
Én nem is akarom beleásni magam a tűzérekbe. Azt tudom, hogy az aknavető, amit tűzéreszköznek csúfolnak, az valójában lövészeszköz. Ott igenis röngenezni kell a csövet, hogy nincsenek rajta a mikrorepedések, nehogy a veszélyesebb legyen a kezelőre, mint arra, akit célba akarunk venni. Ugye ezeket el kell vinni, bevizsgáltatni. A bevizsgálások el szoktak maradni. Mármint úgy, hogy a kötelező bevizsgálásra már nem tudják elvinni, mert nem tudják bevizsgálni, vagy nincs rá pénz, az ott van a raktárban, és addig nem használják, amíg nincs bevizsgálva. Mert ugye a katonák életét viszont nem lehet veszélyeztetni, nem szabad veszélyeztetni. Ezért csak bevizsgált eszköz szabad a kezükbe adni. És igen, van olyan, hogy akkor az eszköz ott pihen, ha kell, évekig. Ugye 2022-ben vette át a honvédelmi tárcát Szalai Bobrovnicki Kristóf, akinek ugye vannak nemzetközi fegyverbizniszben vett érdekeltsége, és erről elég széles körülön beszámolt a magyar sajtó. Annyit lehet tudni, az ő érkezésére igazából fölpörögött a 2017-ben meghirdetett Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program. Pontosan mi történt az elmúlt egy évben? Hogyan lehet jellemezni a miniszternek a tevékenységét? Hát én megmondom őszintén, az elmúlt egy évben főleg külföldön voltam. Tehát engem lekötött a kinti szolgálat, itthon a felkészítés. Azt tudom, a fiúk nem kedvelik. Milyen szakmai kritikák fogalmazódnak meg az ő tevékenységével szemben? Véleményünk szerint ő egy végrehajtó. Tehát ő végrehajtja azt, amit nekik felülről mondanak, vagy amit mond nekik amit a kormányüléseken meghatároznak. Én túl sok önálló gondolatot nem látok. Itt az RTL Klub is, mikor bevágta azt a filmet, mikor nyilatkozik, hogy esélyt teremtünk arra, hogy civil életbe is megkértem én esélyt. Hát hogy lehet ilyet mondani? Tehát látszik, hogy nincs tisztában azzal, hogyha valaki a hivatásának él, az mit jelent? Csak hogy bocsánat, nézők számára kontextusban helyezni, tehát azt mondta a miniszter, hogy az elbocsátásoknak az egyik indoka az, hogy az így felszabadított munkaerő az a civil életben is el tud majd helyezkedni. Hát persze, meg hogy bizony, hogy csak próbáljuk ki, hogy is mondta, hogy nem tudom, de elég sértően, hogy majd civil életben is esélyt ad, hogy a civil életben is biztosítsunk. Hát én nem kértem ezt az esélyt. Sokan nem kérték ezt az esélyt. Ő az biztos, hogy a tárcaéri még semmit nem bizonyított. És nem is fog. Tehát a katonák nem fognak beállni soha mögé. A Vruszinal tábornagyodat tisztelte mindenki, a helyettest is a Sándor Zsoltal tábornagyodat. Mögéjük bármikor beáll a katonaság színe java. Ez volt a vörös vonal, amit átlépett Szalai Bobrovnicki, ami miatt azt mondott, hogy adott esetben a hadseregben komoly ellenérzésekkel viseltetnek iránta? Őt az első perctől nem kedvelték. Nem is volt, mikor, ugye mindenhol van egy totózgatás, hogy ki lesz a honvédelmi miniszter, mikor jön egy választás. Ugye borítékolható volt, hogy újabb Fidesz kormány kapunk a nyakunkba. Ő neve nem is szerepelt sehol. Azt se tudtuk kicsoda, csak amikor megérkezett. Jött derültékből Polli, és semmi, se katonai múlt. Attól, mert tartalékos voltam a 32-esnél, uram bocsáss. 32-esnél, díszzászlóvaj, nem a kollégákat lenézve, én tiszta nem becsülöm, amit ők csinálnak. Én soha nem csinálnám azt, amit ők csinálnak. Ahhoz nagyon kemény állóképesség kell kínálni tűző napon, hóban, sárban, télben, meg ahogy csinálják ezeket a fegyveralki foglalkozásokat, a díszei protokollális feladatok le a kalappa. De hatalmas harci tudással egy ott lévő tartalékos százados, vagy valamit ugye a honvédségben nem hiszem, hogy tud. Legfeljebb, amit a Call of Duty-ban lejött neki. Ugye mondtad, hogy az elmúlt fél évet külföldön töltötted, ráadásul Európán kívül, de ettől függetlenül valószínűleg van rálátásod arra, hogy a háború kirobbanása óta a magyar honvédségben mégis mik a legfontosabb dinamikák. Itt azért a magyar államnak, a magyar kormánynak az euróatlanti elköteleződésével kapcsolatban nagyon súlyos kritikák merültek fel és kétségek. Ugye állandóan kritikatárgya az, hogy a NATO-ban egyáltalán osztanak-e meg velünk bizalmi információkat, teljes körű tagnak tekintenek-e azzal együtt is, hogy nyilvánvalóan teljes körű tagságot élvezünk, de hát
itt azért nagyon sok bizalmi törés jellemezte ezt a viszonyt az elmúlt időszakban, az elmúlt 10 évben, és hát komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban is, hogyha adott esetben eszkalálódna a háború, ne adj Isten, nem erre készülünk, de hogy kizárni mégsem lehet ezt a szenáriót, hogy a Magyar Honvédség készül-e arra, hogy erre adekvát válaszokat adjon. Tehát te hogy látod most a Magyar Honvédség készenléti fokát, a háború esetleges eszkalációja, irányukban történő eszkalációjára készül-e egyáltalán a Magyar Honvédelem, készen áll-e arra, hogy rendkívüli idők előtt állunk, amelyek lehet, hogy rendkívüli teljesítményeket fognak megkövetelni tőlük? Véleményem szerint nem. Egy zászlói harccsoportot nem tudnánk kiállítani 30 napon belül, amit ugye megkövetelnek. Az mit jelent, csak fordítsuk le ezt egy laikus nyelvre? Tehát vannak ugye gyors reagálású alakulat, ugye azonnali reagálású alakulatok, és ugye Magyarországnak is vannak olyan zászlóaljai, amik fel vannak ajánlva, ezek a zászlói harccsoportok. Ugye van egy zászlói harccsoportunk, ami 30 napos készenlétben van. Ez azt jelenti, hogy ez fel van töltve. Egy csomó embert most rúgtak ki. Ezek hiányoznak. Rengeteg ember menne el. Katonák. Ismerek olyan buszsofőrt, katona, aki már 2 éve le akar szerelni, mert kint civilben többet kapna. És már benne kézzel lábbal. És benne van a korban. Tehát úgy korban, hogy 45 fölött van ő is. Már nem bírja csinálni. És nyugalomra vágyik. Nem. Végrehajtó szinten nem tudnak annyi embert összeszedni. Hát amikor egy KFOR misszióra már, nem is akarok a KFOR-ra menni, mert de iraki misszió, iraki felkészítés, akiket mi hazazavartunk, azok most ott van a felkészítésen. Repatriáltattuk, mert nem tudott beilleszkedni. És most ott van a felkészítésen. Mert nincs ember. Tehát ha a missziót nem tudjuk kiadni, hogy adunk egy zászlói harccsoportot? Ott minden embert fel kell készíteni a feladattára, ott 30 nap nem elég, oda kiképzett katona kell. Ezt nem tudjuk megoldani tartalékossal, kifótozni, kitódozni. Mert nem lehet. A tartalékosokra is egy teljesen más egészségügyi követelmény vonatkozik. Nem csoda, amikor volt a kórház feladat, vagy határfeladat látjuk, amikor igen, jön a tartalékos nagy pocakkal. Igen. Jön a tartalékos nagy pocakkal. Igen, bejöhet. Semmi nem tiltja. Semmi nem tiltja, hogy ott van a tartalékos, esetleg valami, régen volt valami összetűzés a törvénnyel, mert bejöhet. Ott van, tartalékos, aláírta, mi döntjük el, hogy behívjuk, vagy nem hívjuk. Ezek a katonák nincsenek felkészítve. Nem is lesznek felkészítve. Maga a tartalékos rendszer nem lenne rossz. Csak nincs hozzárakva a háttér. Se a törvényi, hogy hogyan lehetne rá bírni a munkáltatókat, hogy megérje nekik tartalékos foglalkoztatni, se úgy, hogy igazán az emberi. Mert nézzük meg, kik jönnek be. Nagyon kevés százalék az elhivatott. Le a kalappal ők csinálják. Én dolgoztam ilyen emberekkel, nagyon ügyesek. Sokan úgy jönnek be, hogy nincs munkájuk. És akkor, na, tartós behívás van, benn vannak a katonák tartósan, van fizetés, van ebéd, és akkor el van a pint marcélvesen. De ők feladatból feladatba járnak. A felkészítés nem a feladatból feladatba járás. Az egy 2 hónap bakony. Vagy az arra előtte felkészülés. Különböző lövészetek, harcászati gyakorlatok. Ezeket mind végre kell hajtani. Ezek évek. Ezek évek. És nem egy 3 hónap, vagy egy 10 modulos felkészítés, ami ezt a katonák végre tudnák hajtani. Hogyan mozogjunk együtt rajban, rajszinten? Ez megy emelt szinte a kiképzésnek. Most, ha kimegy egy század lőny, egy század éles lőgyakorlatot, hogy kivon egy lövész század, megtekinti a vezérkar. Hát 30 évvel ezelőtt egy zászlóalj lövészet nem mozgatott meg senkit. Ugye ez egy magasabb szint. Nem, véleményem szerint nem. Nem tudnák az embereket összeszedni rá. Parancsal beültetik, de most akkor ez vagy amaz vagy. De abban nem gondolnak bele, hogy az ember arra beosztása nincs felkészítve. A te tapasztalataid és tudásaid alapján az elmúlt egy évben mióta kitört a háború, a Magyar Honvédség
tett érdemi lépéseket arra vonatkozóan, hogy fejlessze a saját maga reakcióképességét, fölnőjön az a feladathoz, amit ez a helyzet állított elő? Az alegységparancsnokok mindig azon vannak, hogy a katonáiknak a legtöbb tudást átadják. Ezzel így voltam én is. Minden magára egy kicsit adó parancsnok igyekszik képezni a saját embereit. Hogyha arról van szó, hogy menni kell, megállják a helyüket bárhol. Én azt mondom, a alegységszinten nincs probléma. Én még azt is bátran bemerem vállalni, hogy egységszinten azok a tisztek, akik maradtak, azokat, akik én is ismerek, bármilyen tervet le tudnak fektetni az asztalra, bármire is tudnak reagálni, megvan hozzá kellő tudások, kellő tapasztalatuk. Emberből van hiány. Egységszinten képesek vagyunk rá, még mindig ez a freudi elszólás, egységszinten képesek rá. Nagyon jó, még mindig jó ott főtiszti gárda, akik benn maradtak, NATO iskolába tanult emberek, missziót megjártak. Ők képesek rá, le tudják vezényelni. Csak lassan nincs kinek levezényelni. Tehát nem engedem el a katonát már 2 éve, több éve, mert nem szerelhetnek le. Csak közös megegyezéssel. Nem tudom motiválni ezt az embert, mert az ember azt fogja mondani, hogy hát bevállalom a hadbíróságot is, megyek addig Böribe. Aztán úgyis jön az amnesztia. És be fogja vállalni. Ezzel van a baj. Picit szenzációhajhásznak adhat a kérdés, de mégiscsak fontos abban a szempontból, hogy ahogy mondtam már, háború zajlik a szomszédos országban. Ha ne adj Isten, eszkalálódna az irányunkba, és támadás érni az országunkat, akkor a magyar állam képes lenne megvédeni saját magát kizárólag magyar honvédségi erőkkel, avagy csak annak köszönhetjük azt, hogy viszonylagos nyugalomban lehetünk, hogy továbbra is tagjai vagyunk a nyugati szövetségi rendszereknek, és ilyen szempontból a NATO 5-ös cikkely az garantálja a védelmünket. Hát ahhoz, hogy a Magyarországot valaki megtámadja, annak ugye előjelei vannak. Itt ugye elindulnának egy mozgósítási folyamat, ugye az első lépcsős alakulatok, akik fel vannak ajánlva, illetve ugye a zászlói harccsoportok, ugye ezek elindulnak kifele, tábori kihelyezési körülmények közé, meg elkezdik a feltöltést, tehát ez nem egyik pillanatról a másikra megy, az sem, hogy megtámadnak minket. Ezért ez egy hosszú folyamat. Ahhoz, hogy a NATO minket megvédjen, azért tenni kell. Tehát ez nem úgy működik, hogy mi el vagyunk, és ők küldenek mindent. Az, hogy Rammsteinból, vagy a Adriáról, a hordozóról megemeljék a repülőgépeket, az amerikaiak, azért nekünk igenis tenni kell. Ahhoz nekünk mozgósítani kell, a pénzparipát oda kell adni a katonának, ki kell menni, és készen kell állni arra, hogy igenis lehetőleg nem a Tisza vagy a Duna vonalán, ahol nehéz átlépni, nehéz átkelni a vizen, hanem igen, Záhonynál fogjuk meg az ellenséget. De ehhez tenni kell. Tehát senki ne gondolja, hogy ha mi nem teszünk azt saját szabadságunkért, a saját haderőnkért, majd más tenni fog. Te a külföldi missziód alap érzékelted azt, hogy a nyugati szövetségeseink gyanakvóbbak, akár veled szemben is? Az a különbség a katonák meg a politikusok között, hogy amit ők elcsesznek nekünk renovét, az úgy alegységszinten vagy alacsonyabb szinten nem látszik. A különböző államok haderei attól, mert tudják, hogy itthon esetleg mi van, ők elismerik a munkánkat. Én az olasz parancsnoktól kaptam elismerést mostként. Mert igenis megköszönte a 6 hónapos közös munkát. A finnekkel, brittekkel, hollandokkal dolgoztunk együtt. És nem látszott semmi. És ugye akkor a finnekkel épp ment a fasért, hogy lehetnek-e NATO-tagok vagy nem. Igen. Egyszer nem hozt. Engem 2-szer hívtak meg szaunázni. És nagy szó, nagy szó. Ugye a finnek bárhol mennek, náluk a szauna az olyan standard, mint a lőszerellátmány. Ők viszik a szaunát. Afganisztánban is volt szaunájuk. Képeket mutattak róla, és... Még a sivatagban? Igen, igen. Sátorban. Sátorban volt szauna. Rendesen finn szauna, mondták is, hogy a sátor a legjobb. Igen, a sátrat még megértem, hogy hogyan tudnak ott hőt előállítani, de a hűtés folyamatát utána hogyan biztos, az nincs. Dehogy nincs. Azt is megoldották. Mi visznek jeges kádat magukkal?
Én konkrétan itt is végrehajtottam a Polar Bear Challenge-et. Ez ugye úgy nézett ki, bementünk a szaunába, már kint szépen készítették elő a kukát, egy lenyitható tetejű kukát, nyakig kellett benne elmerülni, és ugye ők se ijatnak misszióban, ugye nekünk a parancsnok szabályozza, a két sör volt engedélyezve pénteken, de csak pénteken, és a alkoholmentes sört kellett úgy nyakig ülve meginni. Én nagyon gyorsan még nem ittam sört, mint akkor. De igen, mindenre fel vannak kész. Nekik ez egy standard. És nem hívnak meg mindenkit. Engem is meghívtak, együtt dolgozunk, és soha nem hozták fel a NATO csatlakozás kérdését sem. Egyetlen egy dolgot kérdezett az új finn parancsnok, mikor ott voltam, hogy nálatok most mi van otthon? Mi történik a hadseregben? Mi ez a kirúgás hullám? És ez ment a gőzben. Egy finn aleszredes. Tájékozottak. De a munkán nem látszik semmi. Tehát elismerően szóltak a srácokról, akik a reptérőrzés védelmével hajtottak végre feladatot. Az amerikaiakkal nagyon jó volt az együttműködésünk, minden szinten, minden helyen. A többiekkel is, tehát minden akadálymentes volt. Senki nem áll belénk. Ők elismernek minket. Tehát a magyar tisztek, magyar honvédség renovéja a külföldi katonák között az nagyon jó. És akkor záró kérdés. Egy 2 évtizedes honvédségi pályafutásnak lett vége. Nyilván ezt még emésztened kell, mert látom, hogy így csak kimondtam, ez is hát különös árnyak futnak át a szemeden. A kérdésem az, hogy amit te ott voltál, te mit láttál, hogy most nyilván a háborús helyzet sok mindent megváltoztatott, de mégis mi az alapvető honvédelmi stratégiája az országnak? Lehet-e tudni, például kit tekintenek ellenségnek a magyar állam funkcionáriusai? Miért van az, hogy igazából az ilyen típusú kérdésekről a nyilvánosságban nagyon-nagyon kevés elérhető információ van? Nyilván valamelyest indokolt a titoktartás, hogy ne tegyük kiszolgáltatottá a nemzetet, de közben meg azért valamelyest lehetne többet tudni arról, hogy milyen gondolatok cirkáznak a honvédelem vezetői körében ebben a vonatkozásban. Te mit tudsz erről elmondani? Hát ugye az, hogy ki az ellenségkép, ez a fehér könyvbe is le van írva. A Magyar Honvédségnek, a Magyar Köztársaságnak, vagy Magyarországnak, hívjuk már így, vagy nem köztársaság, nincs ellenségképe. Nincs. Ezt nyíltan ki lehet mondani, mert ez már nyíltan ki van mondva lassan 20 éve, mióta NATO tagok vagyunk. Ugye a környező országok, szinte mind NATO tagok, ugye Szerbia, Ukrajna, meg Ausztria kivételével, de hát Ausztria PFP tag és a NATO-val együttműködik, bár Ukrajna is PFP tag, de bizonyos válságövetezetekben együttműködik a NATO-val. Szerbia meg, hát ugye ő el van, meg vele a Magyar Honvédségnek nagyon jó a kapcsolata. Tehát közös kiképzések vannak, ők is jönnek, mi is megyünk, nagyon jó a kapcsolata a két haderőnek. Egyszerűen nincs ellenségképünk. És ez baj, mert nem is, azt se tudjuk, mire készüljünk. Ki ellen? Hol? Hogy? Az, hogy misszióba járunk és terrorizmus ellen küzdünk, nem tartunk ilyen felkészítést. A különleges műveletiek nagyon sok felkészítést tartanak, nagyon ügyesek, le a kalappal nagyon jó munkát végeznek a saját szakterületükön, de nálunk sokszor egy, most volt a 11-es dandárnál, igen, helységharc felkészítés, de én nem is emlékszem, mikor volt ilyen utoljára, amikor ilyet láttam. Hogy igen, a lövész katonák elmennek és azt gyakorolják, ami elméletileg a munkájuk lenne egy helységben. Bocsánat, beépített területen vívott harc, legyünk szakmaiak. Egyszerűen nem tudjuk, mire készüljünk. Itt készülünk mindenre, vagy semmire. Misszióra. Arra készülünk, mert ha a misszió nem lenne kiadva, akkor lenne probléma. Az probléma lenne. Akkor a politikai vezetés is verni az asztalt, hogy miért nincs ember. De hát egyelőre még kimegy. Ha létszám hiányol is, de kimennek. Hát nagyon izgalmas volt. Sok mindent megtudtunk, amit szerintem eddig nem tudhattunk, vagy esetleg csak sejtettünk, de azért mégiscsak egy hiteles forrása megerősíti azért az egy más típusú tudás, mint a vélelmezés. Varga Csaba István,
ex-honvéd, így kell most már fogalmaznom. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásokat, és köszönöm szépen, hogy mindezt megosztottad a nyilvánossággal. Én köszönöm az interjút. Ez volt az interjú, hogyha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor kérlek mindenképpen tedd meg, ha van bármilyen kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várlak a komment szekcióban. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy a like gomb megnyomásával pörgesd az algoritmust a mi érdekünkben. Ha pedig nem tetszett, akkor nyugodtan nyomd meg a dislike-ot, de ebben az esetben kérlek, hogy írd meg, mi az, ami nem nyerte el a tetszésedet, melyik kérdésre nem értettél egyet, vagy adott esetben melyik mondatát kritizálnád az interjú alanynak. Kérlek, hogy ebben az esetben is tarts tiszteletben a személyiségi jogokat, meg úgy általában az általános emberi normákat. Köszönöm szépen a figyelmed a teljes stáb nevében. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.